Ha valaki úgy érzi, hogy bűncselekmény, vagy akár csak szabálysértés áldozatává lett, valamilyen módon testi vagy lelki hátrányt, érzelmi megrázkódtatást szenvedett ilyen cselekmények miatt, az jogosulttá válhat az áldozatsegítés szolgáltatásaira, így az áldozatsegítő központ igénybevételére. Mi az áldozatsegítő központ küldetése? Elsősorban a minél inkább személyre szabott segítségnyújtás az áldozat részére. Ez megvalósult védelem, meghallgatás, információ megadása, a jogokról és lehetőségekről történő tájékoztatás révén. Az áldozatsegítés büntetőjog alapokon nyugszik, de nem büntetőjog központú. A tevékenységét most megkezdő áldozatsegítő központ 12 munkatárssal indul, akik között nem csak jogászok, hanem pszichológusok és pedagógusok is vannak. Azon kívül, hogy az áldozatot közvetlenül és személyesen segítjük, a társadalmi jogtudatosság, az áldozatvédelem iránti elkötelezettség, a civil szervezetek és az egyházak erőforrásainak a bevonása és küldetés fontos része. Ennek részeként kiemelt fontosságot tulajdonunk az önkéntes hálózat kialakításának. Az áldozatsegítés állami feladat, az állam azonban egymagában kevés hozzá. Védeni kell nem csak a tényleges, hanem a lehetséges jövőbeni áldozatokat is, ennek pedig eszköze annak egy áldozatsegítés központú jogi és társadalmi szemlélet megteremtése és terjesztése.